elkerüljük a farkas, hanem hogy mind a kettőjük bejusson. Hogy mind a kettő bejusson. Hogy ő is bejusson. Kézműves foglalkozások, társasjáték, dia és rajzfilmvetítések, táncórák, valamint szabadtéri programok várják a gyerekeket január első hetében a Gárdonyi Géza művelődési házban. A gyerekek a szervezők jóvoltából tartalmasan tölthetik a téli szünetből hátra lévő időt. Csináltunk olyan, hogy a lapokat így sűrűn be kellett színezni, és feketével lefestettük, és délután majd le fogjuk így karcolni, és ebből egy tűzi játék lesz. Szilvási Grundhelga, a Gárdonyi Géza művelődési ház igazgatója azt mondja, hogy a téli tábort tulajdonképpen a nyári táborok sikere és népszerűsége miatt hívták életre. Most viszont, hogy a téli szünet meghosszabbodott, így azt gondoltuk, hogy ez segítség a szülőknek, hogy itt lehetnek a gyerekek. 11 gyerek jelentkezett hozzánk, ővelük táborozunk most a héten. Kézműves foglalkozásokat terveztünk nekik, társas játékokat, téli túrát a sóstón, madáretető készítést, népi játékokkal fognak ismerkedni, néptánccal, illetve zumbára is hívjuk őket, egy gyerekeknek szóló zumba óránk is lesz. A téli tábor január 2-a és 6-a között napközis jelleggel minden nap reggel 8 és délután 4 óra között várja a gyerekeket.